Orbán Viktor szerint a kormány annak ellenére döntött a nyugdíjkiegészítésről, hogy ezt a költségvetés nem engedheti meg magának. A kormányfő egyébként tegnap félhavi átlag nyugdíjnak megfelelő összeget ígért novemberben az időseknek, szakértők szerint azonban elszámolta magát. A stúdióban Karácsony Mihály. A nyugdíjas parlament elnöke, jó estét kívánok! Ön örült, amikor meghallotta, hogy a nyugdíja majdnem felével több pénzt kapnak majd a nyugdíjasok? Először ezt mondta a miniszterelnök. Viccelt a miniszterelnök úr, valaminek a felét megkapja, mert ugye az átlag nyugdíjnak, ami ma 210.160.000 forint, ha kiszámoljuk az emelést, az emelés ő nekik 6.500 forint, és ezt 11-jel megszorozzuk, akkor 71.000 forintot fognak kapni egy összegbe a januártól elmaradt nyugdíjemelésnek a összegét. És akkor ez most mennyi? Mert történt még egy érdekes dolog, amire felfigyeltünk, mert hogy nyilván aztán mindenki elkezdhetett számolni, mert hogy Gulyás Gergely azt mondta, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosár figyelembevételével számolt infláció váratlan 18,5% lesz, ami azt jelenti, hogy ugye 15%-hoz 3,5-et hozzáadunk, akkor ott van a 3,5, de nem, mert hogy azt mondja, hogy 3,1% lesz. Miért? Matematikailag így van. Tehát kamatos kamatszámítás kell. Tehát ahhoz, hogy a 15%-os éves nyugdíjemelést éves 18,5-re fölemeljük, akkor azt 3,04, tehát 3,1%-kal kell emelni a mostani összeget. Tehát a bázis az a januári. A januárhoz képest 3,5-nek kellene lenni, de januárban 15-öt emeltek. Nem akarom szétmatekozni a dolgot, de az igaz, hogy most, ha 3,1%-kal emelik meg a mostani nyugdíjat, akkor az éves viszonylatban 18,5 jön ki. Hogy miért ennyi, ez megint egy spekuláció, vagy mondjuk tervezés. Ugye a Magyar Nemzeti Bank, akit mostan csepülnek, hogy ő nem tudja az inflációt kezelni, ő azt mondja, hogy 17,7 és 18,1 között lesz az általános infláció. A nyugdíjas infláció általában ez 1%-kal magasabb. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy nem 18,5 lesz a nyugdíjas infláció éves szinten, hanem hát 19 környékén. Ha annyi lesz, ugye ez majd ki fog derülni később, akkor azt elvileg meg kellene kapják újra a nyugdíjasok kiegészítésként. Hát, hogyha hiszünk miniszterelnök úrnak, a miniszterelnök úr azt mondta, pontos számítás, hosszú barátság. Na de tegnap nyilatkozott az ATV-re dolog, és azt mondja, hogy, hogy mondta, hogy a kéményben fel van írva ott nekünk még valamiféle tartozás, az mi akkor? Hát még a tavalyiról is 1,2% elmaradt. Tavaly 14%-os nyugdíjemelést kaptak a nyugdíjasok, és amikor láss csodát, évvégre 15,2 lett az infláció. Tehát nem kapták meg azt. Nem kaptuk meg. Tehát, hogyha most több lesz, akkor... Hát, azt is szeretnénk megkapni. Ugye pontosan fogalmazott a felkonferálásban, hogy ez nem nyugdíjemelés, hanem megadja a kormány az adósságát. Lehet örülni annak, ha valaki megkapja az adósságát? Igen, lehet örülni. Még akkor is, ha 10 hónapig várt arra, hogy az adósságot megkapja. Úgyhogy örülünk, hogy az adósságot megkapjuk, hogy ez majd annyi lesz-e, amennyi tényleges adósság, ez csak később derül ki. És annak mennyire örült, amit mondott még a miniszterelnök, hogy első pillantásra a kormány azt is mondhatná, hogy a költségvetés nem engedheti meg magának ezt a nyugdíjkiegészítést, mert hogy akkor a hiány és olyan állapotban van a költségvetés, összesen 190 milliárdról van szó, ugye ennyit kapnak most meg a nyugdíjasok. Igen, 190 milliárd éves szinten ennyivel növekszik a nyugdíjkiadás. Lehet azt mondani, hogy nem kapják meg, hát azt is lehet mondani, hogy mától felfüggesztjük a jogszabályokat. Ma a törvény előírja azt, hogy az nyugdíjas fogyasztói kosárnak megfelelő inflációt kell odaadni. Hogyha... Tehát ebben a törvényben, bocsánat, mert én is mindig erre a törvényre szoktam hivatkozni, van olyan kitétel, hogyha nem engedheti meg magának a büdzsé, akkor nem fizetnek korrekciót. Nem, ez ezt ki kell fizetni. Van pénz egyébként. Hát a kormány működésének hatékonyságát a növelni, akkor vígan ki tudná fizetni. Hát ugye csak példákat mondani, sokkal több példa van. A behajtatatlan kintlévőség 1700 milliárd. Hát kinek a dolga az behajtani? A fekete gazdaság visszaszorításából több 100 milliárd lehetne. Vagy az áfa csalásoknak a visszaszorítása. Ez a
az áfa csalások visszaszorításából, az is több száz milliárd lehetne. Tehát a kormány működésének hatékonyságából van pénz. Másrészt ne felejtsük el, hogy a nyugdíjasok jelentősen hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, vagy a gazdaság teljesítő képességéhez. A másik, amit ne felejtsük el, hogy lehet, hogy ez most 200 milliárd többlet, de ez bruttóba, ennek a fele egy hónapon belül visszajön a költségvetésbe, mert áfát fizetnek, jövedéki adót fizetnek, ingatlan adót fizetnek, és sorolhatnám, összesen 54 fajta adó nem létezik ma Magyarországon, ezt minden fizetnek a nyugdíjasok is. Utolsó kérdés, még augusztusban küldtek kérdéseket Varga Mihálynak, és kérdeztem is erről, kormány tervezi-e például a nyugdíjak brutósítását, igen, több kérdést tettek fel, kaptak erre választ azóta? Hát értékelhető választ nem kaptunk, tehát formailag kaptunk választ, de azokra a kérdéseknek a nagy részénél azt hiszem, hogy igazolódott az, hogy Magyarországon szövegértési problémák hát elég magas szintre fölgyújtak. De akkor mit írtak erre, hogy a nyugdíjak brutósítását tervezik, vagy nem tervezik? Nincs napi renden. Nyugdíj korhatár emelése? Azt elhatárolják, hogy az nem lesz korhatár emelés. Ugye azt kell még itt elmondanom, hogy 2025. március 31-ére új nyugdíjtörvényt léptetnek életbe a Magyarországon. Ennek a munkálatai vannak most, ezek mind ott napirendre kerülnek. Ebben a tervezetben volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt, biztos beszélünk még erről. Most pedig jön a nap hírek, Róg Emiliával. Szervusz, Emili! Szervusz, Györgyi, köszönöm. Mondom is, köszöntöm a nézőinket. Hát közszolgáltatásokkal fogunk foglalkozni, főleg a mai nap hírében, mert hogy friss hír az, hogy az Osztrák Vasút Társaság levágja a Magyarországot így kompletten a nyugat-európai hálózatról, ami azt jelenti, hogy Budapestről nem lehet a jövő héttől vonaton eljutni közvetlenül mondjuk Münchenbe, egész pontosan azért, mert annyit késnek a magyar vonalon a vonatok, hogy ezt nem tudják vállalni, és ezért vágnak le minket. És ugyanide tartozó hír az is, hogy egy cseh felújítás miatt, hogyha a magyar vonatok késnek, akkor nem érik el a csatlakozást és az átszállást, és hát a MÁV egy speciális megoldást javasol a vasúton utazóknak, azt mondják, hogy az állomáson, a cseh állomáson, a váróteremben várakozhatnak másnap reggelig, hogyha esetleg a magyar vonal hibája miatt lekésik a csatlakozást. Szóval ilyenek ezek a vasúti állapotok, illetve hát az is egy érdekes hír volt a mai napról, hogy a Szent István kórházban több napig nem működött a lift, és kézben cipelték le a betegeket, például a műtőből. Az egyik lift egyébként már régóta elromlott, de 6,5 millió forint nem volt, hogy felújítsák, és ezért került erre az áldatlan állapotra sor. Úgyhogy ezt a két témát mindenképpen alaposan megbeszéljük majd a vendégeinkkel, akik már szerencsére megérkeztek, úgyhogy Kocsis Take Olivia-val, Szakonyi Péterrel és Veres Gáborral jövünk nem sokára. Emily, köszönjük, most átjön a nap híre, aztán csat, én pedig megköszönöm egész heti figyelmüket kollégáim nevében, és hétfőn már Egon számít a figyelmükre. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!